jobbról. Tehát itt a bújának a jobb oldalán futsz el, és a másik oldalon jössz vissza. Szombaton tartották városunkban az első hévízi futófesztivált. Igazi sportközponttá változott a belváros, a szervezők mindent megtettek, hogy egy napra valóban a mozgásé, a futásé legyen a főszerep Hévízen. Az ötlet abból adódott, hogy jó magam is, illetve Bognár Balázs barátom is, akivel az egyesületet megalakítottuk tavaly decemberben, szeretünk futni. Mind a kettőnknek van sportmódja, és szeretünk volna Hévízre hozni egy olyan rendezvényt, ami egy kicsit más, mint az eddigiek megszokottak. Szerettük volna felrázni a várost, egy kicsit mozogni, együtt lenni gyerekeknek, kicsiknek, nagyoknak, öregeknek, és ez a mai nap az erről szól. 3 éves kortól 99 éves korosztályig mindenkit sok szeretettel várunk. Van el mögött hagyományteremtő szándék? Természetesen a háttérben már azon munkálkodunk, hogy a verseny az olyan sikeres legyen, hogy mind a szponzori részről, mind pedig a versenyzői részről azt mondják, hogy idejövőre is vissza szeretnénk térni, és szeretnénk elindulni egy úton is. Reméljük, hogy minden évben a futók naptárjába bele fog kerülni a Hévízi Futófesztivál. Cél az egészséges életmódra nevelés is, ha mondjuk a gyerekeket nézzük? Mindenképpen. Nyilván az a hátsó szándékunk ezzel, hogy a gyerekek ne csak a szombat délelőtt vagy a délutáni futamokban fussanak, hanem minél többen, minél gyakrabban fussanak, hiszen aki fut, az általában egészséges, a hölgyeknek jó túlsúly ellen, a fiúknak pedig az, hogy az állóképességüket meg tudják őrizni. Az egészséges életmódot szem előtt tartva sok szülő döntött úgy, hogy benevezi gyermekét a versenyre. Rácz Szilvia fiait hoztál a rendezvényre. Nagyon szeretnek futni. Keszthelyi Futófesztiválon is voltunk, minden évben megyünk, úgyhogy akkor jöttünk ide is. Szülőként mennyire tartja fontosnak egyébként, hogy mozogjanak a gyerekek? Nagyon fontosnak tartom, meg amúgy is olyan mozgékonyak, úgyhogy muszáj vinni valahova, sportolnak, fociznak, futnak, mindig ami van. Ez nagyon jó megoldás, és gyerekek is nagyon boldogok, hogy tudnak futkozni, tudnak játszani egymáshoz, hogy nagyon jó, szép nap, és szép a verseny. Mozgás mennyire játszik fontos szerepet a család életében? Hát ez nagyon jó, mert mozgás, ez fontos sportolni és egészséges lenni, szerintem ez nagyon fontos. Gyereknek, felnőttnek is. Gyerekeket mennyire nehéz rávenni egyébként a mozgásra? Hát nekik nem nehéz, teljesen nem nehéz. Nekünk nehéz figyelni rájuk, hogy hova futkoznak egyébként, hogy ők nagyon aktív gyerekek. Srácok, ki az, és aki ma úgy ébredt, hogy szép napja lesz, hadd nézzem a kezét! Szervusz, Hévíz! Szia! Tudni fogsz? A Pék testvérek is aktív és mozgékony gyerekek. Nem is ez az első futóverseny, amin elindulnak. Én már futottam Keszthelyen is. Szeretsz futni? Igen. Mi más szoktatok még sportolni? Én biciklizni szoktam, meg úszni. Melyik a kedvenced? Az úszás. Már többször is futottam, és kétszer is megnyertem. Szeretsz ezek szerint versenyezni? Igen. Mi más szoktál még sportolni? Csak biciklizni szoktam más. Családdal szoktatok közösen mozogni valamit? Apával, meg a Barnival szoktunk elbiciklizni páhokra. Rövid bemelegítés után elsőként az óvodás gyermekek álltak rajthoz, és mutatták meg, hogy fiatal koruk ellenére bizony ők is kitartóan tudnak versenyezni. 3, 2, 1, nagyjából a gyerekversenyek azért a helyiekből áll össze, igazából a legtöbb gyermek a környékbeli településekről vagy itt kisvárosunkból érkezett. A maraton viszont már nagyon vegyes a nevezés, ott tényleg Budapest, Dombóvár, Kaposvár, Kanizsa, Egerszeg, rengeteg város tudnák felsorolni. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ilyen széles skálán örülnek, örömmel jönnek hozzánk futni. Az ovisok versenye az előbb lezajlott, mik a tapasztalatok? Szenzációs volt. A legnagyobb örömöm az volt, hogy tényleg hál' Istennek senki nem esett el, senki nem sérült. Gyerekek nagyon-nagyon örülnek, ahogy látom, tényleg ugrál, mindenki jól érzi magát. Az idő fantasztikus, mindenki jól érzi magát, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen jól sikerült. Király Gabrielláiknál is az egész család jól érezte magát, és mindannyian ki is vették részüket a versengésből. Gyerünk!
mi is futunk, beneveztünk a 7 kilométeresre, és a gyerekek is így kedvet kaptak. Gyakran szerveztek aktív családi programokat? Hát eléggé. Amikor így futok én is, akkor ők is velem tartanak. Mi más sportolnak? Még nehéz egyébként őket rávenni, hogy mozogjanak? Nem, a kisebbik, a kislány táncol, mellette lovagol, meg hát így amikor én futok, akkor ő is velem együtt fut. Ez mire ám kis iszat, miénk a legjobb, legderűsebb ország. Egyébként piháncolnak, meg cicánkolnak is, ugye? Mi ugrabugrálunk, ha találkozunk. Óvodások versenye után Csepregi Éva adott koncertet, a legkisebbek kipihenhették fáradalmaikat a műsor alatt, az iskolások pedig felkészülhettek a megmérettetésre. Langmár Zoltán Bence is nagyon várta már, hogy rajthoz állhasson. Szeretek mozogni, és gondoltam, ez egy kihívás, egy kisebb kihívás nekem. Készültél rá valahogy? Kicsit igen, futottam előtte. Szoktam teniszezni, arra járok, lovagolni. Meg régen néptáncoltam, de azt abba hagytam. Melyik a kedvenced és miért? A lovaglás a kedvencem. Valahogy szeretem a lovakat. 3, 2, 1, rövid! Tartja rajta, bravo! Egy nagyon sportos, atletikus hölgy és egy nagyon sportos, atletikus fiú lett az első két helyezett. Régóta sportolok és nem volt olyan nehéz. Miért gondoltad úgy, hogy benevezel ma ide? Hát mert a Keszthelyre nem mentem el és szerettem volna ide eljönni. Mi minden sportolsz még egyébként? Atlétika, táncolok. Van kedvenced? Tánc. Szúr egy picit az oldalat? Ez egészséges. A város alpolgármestere is kilátogatott a futófesztiválra. Mint mondta, egy ilyen volumenű rendezvény megszervezése több szempontból is jelentős a város életében. Megmondom őszintén, hogy mindig nagy irigykedéssel tekintettem azokra a településekre, ahol van hasonló jellegű futórendezvény, és hát nem kellett sokat várni, itt Hévízen is ez az első ilyen, és hát minden várakozást felülmúl egyelőre, úgy néz ki. Turisztikai látványosságként is tud esetleg ez funkcionálni? Abszolút, hiszen nem kell messzire mennünk, ugye a szomszéd városban is létezik egy ilyen rendezvény, ami turisztikailag már egyértelműen értelmezhető. Remélhetőleg idővel ez a rendezvény is ki tudja magát nőni, az, hogy nemzetközi értelemben is számottevő legyen. Mennyire fontos a városnak, hogy az egészséges életmódra, mozgásra való neveléssel kapcsolatos rendezvények is megjelenjenek itt? Hévíz az egészségről szól, Hévíz a gyógyulásról szól. Így minden, ami ehhez kapcsolódik, azt mi üdvözöljük. Ugye az önkormányzatból, a képviselőtestületből Gerencsér János képviselőtársam is emögé a dolog mögé állt, gyakorlati értelemben is, illetve Bognár Balázsnak is nagy tisztelet és köszönet jár azért, hogy tényleg a lelke és a motorja ennek a rendezvénynek. Rendkívül sok önkéntes is van, akik nélkül nem jöhetne létre ez a dolog. És hát igazából le kell jönni és meg kell nézni azt, hogy a legfiatalabb generációtól a legöregebb generáción keresztül mindenki megtalálhatja itt a megfelelő időtöltést a mozgás keretén belül, hiszen a futás az mindenkinek szól, az idősebbeknek is és a gyerekeknek is, és ez a kiváló hangulat, ami itt van, ez azt hiszem, hogy önmagáért beszél. A gyermekversenyek után a felnőtt megmérettetésekkel folytatódott a futófesztivál. A 7-14 és 21 kilométeres egyéni, illetve váltók leküzdése előtt DJ Dominikkal hangolódtak, majd melegítettek be a futók. Nekem ez egy óriási élmény egyébként, mert futó ember az pozitív. Tehát leküzdi saját magát, ugye, mert itt magával harcol részben,
részben ugye másokkal is, de leginkább az, hogy végigcsinálja a távot és teljesítse. Az első 5 ember, aki tényleg megszakad és az időre megy, és a maradék több ezer pedig futni akar és magának akar bizonyítani. És az az ember, aki végigcsinálja a 21 kilométert, a 42 kilométert, vagy akár csak a hetet, az bizonyít. És mindig azt szoktam mondani, hogy a maratonhoz nem kell magyarázatot fűzni. Az önmagáért beszél. 16 óra után pár perccel elrajtolt a több mint 400 fős tömeg. 5, 4, 3, 2, 1, egy vízi tapsot hadd kérjek a futóknak, nagyon-nagyon jól esik itt az elején a biztatás. 7, 14 és 21 kilométer a táv. Jönnek még, egyébként találkozunk még velük sokszor. Hiszen aki a 21-es futja, az... Őket háromszor is látjuk itt a mai napon. Van egy pici babánk is, vagy egy kisgyerekünk, már nem is olyan picike. A futás során volt, aki önmagával, volt, aki a meleggel, míg más a szomjúsággal küzdött. A célba végül mindenki beért. A megmérettetésre valamennyi nevező saját belátása, ideje, illetve energiája szerint készült. Sokan direkt a Hévízi Fesztivál miatt kezdtek el futni. Megnéztük először, hogy a honlapon, hogy akkor hogyan lesz ez a futóverseny, és valójában ide jöttünk le, és innen kezdtük el, hogy a tófürdő körül, tehát hogy az Adi utcába azt a kis meredek kis dombocskát, azt megcsináljuk. És így kezdtük, hogy a bemelegítés az erről szólt. De hogy vagy ezzel a futással, mikor kezdted? Direkt a futófesztivál miatt, vagy pedig előtte is futottál már? Direkt a futófesztivál miatt. 2 hete kezdtük ugye el. És hogy ment eleinte, illetve hogy ment most a rendesen élesben? Hát nagyon nehezen ment az elején. Egy-másfél kilométert tudtunk lefutni, de azért felpumpáltuk olyan 5-6 kilométerre ezen a héten. A versenyre az ország számos pontjáról érkeztek nevezők. Félmaratont futottam, a lehető legnagyobb távot, és körülbelül egy hét alatt készültem rá fel, sose futottam, még 3 hónapja hoztam világra a második gyermekemet, úgyhogy ez volt az első ilyen megmérettetésem. Hogy készültél először? Kis távokat, esetleg pulzusmérővel, tudatosan? Mindig pulzusmérővel, és hát én főleg teremben futok, úgyhogy ez nekem egy kicsit más terep volt. Az útvonal nagyon jó volt beosztva az emelkedés a lejtő része, az elejére esett a sok emelkedő. Ez a harmadik körben már kicsit fárasztó volt, de az első körben nagyon jól jött ki. Nagyon családias versenyt hoztak itt össze, úgyhogy nekem nagyon tetszett. Jó, hogy ez volt az első ilyen hosszú távú futásom. Az előre meredő tekintetek után a befutónál már mindenki az időmérőt kémlelte. Az eredményére minden futó kíváncsi volt. Végül az összes nevező pozitív élményekkel távozott. Hát 21 kilométer, tehát fél maratont futottam. Felkészüléssel nem volt gond, igazából inkább a meleg. Meg az, hogy nagyon sok emelkedő van benne, ez mindig nagyon kiveszi az ember erejét, de futható volt. Mikor kezdted el a maratonokat futni, és mi vett rá? Hát több mint 10 éve, olyan 14-15 éve körülbelül. Nem tudom, a kihívás, saját magam legyőzése. Németh Gábor már 10 maratont futott, így rutinos versenyzőnek számított. A 21 kilométeres egyéni férfi kategória nyerteseként 1 óra 17 perc 23 másodperc alatt teljesítette a távot. A pálya viszontagságait és az időjárás figyelembe véve ezt az időt vártam magamtól. Igazából a futószezonnak most már a vége felé járunk, és egy jó edzésnek szántam ezt a versenyt. Nagyon élveztem, mert olyan helyeken futhattam itt Hévízen, ahol amúgy csak sétálni szoktam. Az, hogy edzésnek szántad, ez azt jelenti, hogy készülsz valami komolyabb versenyre is? Igen, az országos bajnokságok félmaratonból és maratonból mindig nagy kihívás jelentenek számomra, valamint egy-két külföldi versenyt is kitűztem célul az őszi futószezonra. Ez egy felkészülési versenynek kiváló volt. A verseny után jöhetett a kikapcsolódás. A versenyzőket, a buzdítókat és az érdeklődőket Kassa Tibi szórakoztatta, aki lélekben maga is támogatta a futókat. Azonosulni a futókkal baromira tudok. Futni nem. Tehát, hogy azonosulni a végletekig. Csak ne kelljen lefutni a távot. Tehát, hogy ilyen szigetkör annak idején ment, emlékszem, hogy karamellel futottunk együtt egy időben sokat szigetköröket, és hát figyelj, egy ilyen szigetkör alatt 3-szor akartunk meghalni, 4-szer álltunk meg kókuszgolyót venni, 6 hónapos terhes kismamák úgy hagytak le minket futás közben, csak az elmosódott körvonalaikat láttuk. Tehát, hogy nem igazán vagyok egy futóalkat, úgyhogy ebben sajnos alul maradok. Na akkor most jön a magyar csapatnak a kéz a magasban. Minden kéz fönn, gyere, taps!
víz az úgy rohanok, szívem zakatol, mert tudom azt, hogy te vársz még rám valahol. Víz az úgy rohanok, s egy új zene szól, mert tudom azt, és a sikoly nekem nem kell többé, nem kell más, hogyha így nézel rám, gyere közelebb, láthatatlan voltam mégis. Voltam mégis, már nem kell, már nem, mert nekem nem kell többé boldogtal, hogyha nem rólunk szól, mert láthatatlan, csak te láttad jól. Oh, hol vannak a kezek, jön a tart!